Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban egy Harry Potteres 3D-s kirakót fogunk bemutatni. Igen, a dobozát még egyszer megmutatjuk. Az előző videóban már bemutattuk, csak akkor még nem volt kiépítve ez a 3D-s kirakó. Azt nem tudom, hogy a Pepco-ba lehet-e kapni ezeket is hozzá, vagy csak ez az egy fajta van. Minden esetben nekünk ez a Quidditch volt jutott, és... Quidditch, hol írod Quidditch? Ja, ott. Igen, meg itt is írja, majd mindjárt megmutatjuk. És hogy a magasságát is szemléltessük, Lego figurákat tettünk mellé. És úgy kép mondjuk, hogy meg akarjuk ragasztani, mert nagyon szétesik. Hát igen, ahogy így játszunk vele, azért a játékot nem nagyon bírja. Hát szerintem ez inkább nem játékra készült, hanem inkább csak dísznek. Dísznek lehet, igen. És akkor itt az utcafront, ott áll a kövön Hermione. Hermionét mi tettük oda, mi vágtunk neki egy kis lyukat, mert nem oda tartozott, igazság szerint. És akkor, ha így megyünk az utcafrontról, akkor találkozunk a bejárattal. Itt van, ki is lehet nyitni, mindjárt. Nem nagyon lehet kinyitni, sajnos nem nyílik, csak így ennyire. És nem tudom, mennyire látszódik, de a kirakatban vannak ilyen apró dolgok, például a Quidditch kezdő. Hát nézem, hol. Ott van bent, látod? Aha. És a másik az, azt nem tudtam, hogy mi pontosan. Melyik az a labda? Igen. Hát az olyan pattogó labda. Nem az a cikesz labda, vagy micsoda. Itt fönt látszik a cégér. Ez megbeszokod, ez a tető. Igen, Quidditch felirattal. És ott is egy kicsit be lehet látni, hogy mi van az első emeleten. Amúgy ott is látszódik az a kis ablak, és nem tudom, hogy milyen, ezt nem is néztük meg, itt vannak ilyen kis plakátok. Dumbledore van rajta, de azt nem látom, hogy micsoda, meg a fiú, aki túlélte, talán. Aha, Harry Potter. A fiú, aki él. Szóval így néz ki. Itt oldalt szintén van egy kis kirakat, Quidditch felirattal. Itt is egy kis cégér látható, és föntebb ilyen... Nem festék, vagy inkább seprő, ugye? Igen. Egyel föntebb megyünk, mert van még nekünk egy padlásterünk is. Anyám, hogy azt nem értem, hogy miért rakták oda a számot. Az véletlen volt, hogyha rosszul építitek, mint például itt is, akkor a szám van rajta, de ez valójában így kell. Nem baj, hogy nem muszáj kicserélni. De ha akarod, kicserélheted. Csak az a baj, hogy nagyon nehéz utána már visszatenni, hogyha így nem ragasztja az ember. Azért megpróbálom. Jó. Itt látod, ki is jött egy picit. Azért elég szépen visszaváltok. Igen, itt két oldalt van egy ilyen kis ablakocska. Itt is látszik a 33-as, de most már fogok ilyen sokkal szórakozni. Igen, majd úgyis meg fogjuk, mondom, ezt az egészet ragasztani, hogy lehessen vele stabilan játszani, mert amúgy játéknak is nagyon, nagyon jó. Na és akkor most lesz egy kis varázslat. Nézzünk be. Ja, itt is, bocsánat, még ott is ott a ablak. Plakát. Látta ezt a varázslót? Ez a filmből is ismert plakát. Na, és akkor nézzünk be az épületbe. Először is az földszinten. De te is mondhatod amúgy, ha mondhatod, hogy mit látunk. Itt a földszinten, itt van Harry Potter a cseprővel, és itt van Malfoy.
Ő is egy cseprűvel. Igen, ő is egy cseprűvel. Sotta, cikász labda, azt hiszem az a neve. Cikász színű Sotta. Ha nem, akkor tévedek. És mi van még itt? Hol? Itt bent. Egy seprű szekrény. Seprű és egy ruhás szekrény, Quidditch öltözetben, mégpedig a Gryffindornak a felirata. Igen, és fent vezet egy lépcsősor, itt is vannak különféle festmények. Na szerintem itt nem férne fel egy legó, vagy fölfér? Hát így, igen. Hát legó nem biztos, de alul még lehet játszani. A legó kisebb, mint ő, néz. Nézzétek, a Lego okay. Harry Potter, a Lego Harry Potter majdnem akkora, mint ő. Egy picit most nem mozgast, mert megpróbálok ráközelíteni a képekre, ha fókuszál a kamera. Most tudja, látod anya, hogy sem homályos. Hát igen, sajnos nem nagyon veszem ki én se, hogy kik szerepelnek azon a két képen. Most melyiket mutatod? Itt van két oldalt, ez a festmény, és segítek, nem tudom, hogy sajnos lesz-e? Nem nagyon. Ne szedd ki. Ja. Na, mindegy. Oliver már felemeli a házat. Kivegyem összeket a bábukat? Nem muszáj. De meg tudom mutatni. Nem muszáj, nem látszik úgy se, mert nem tud ráközelíteni. Ja, nem a bábukat nem látja Oliver. Hanem a festményeket. Van ott két festmény, látod? Ja, tehát. Na, és akkor megyünk tovább egy emelettel. Nem. Szét is esett a lépcső. Nem baj, hagyd. Azt majd megragasztjuk. És akkor itt van fönt, még egyen lejjebb megyünk. Ott van egy ilyen... Hát egy ilyen szekrény, rajta egy seprő. Itt már egy legósa félnál. Igen. És ott is van egy szekrény, te látod azon mi van? Quidditch. Mit jelz? Nagyon óvatosan kell, mert mondtam, hogy szétesik. Hát tényleg nagyon. Hát látjátok, ezt meg kell tanulni, hogy ez ilyen szétesős. Igen, nagyon óvatosan kell, mert akkor itt inkább is... ezt forgatni kéne. Jaj. Hát, még nem ragasztjuk össze, addig semmiképpen nem szabad fölemelni. Na és akkor legalább itt most megmutatjuk a kirakatban, mi van. Van egy ilyen távcsőszerűség, meg egy kesztyű. Igen. Na mindegy, ezeket majd holnap visszarakjuk, amikor megragasztjuk. Szóval ott van egy szekrény, de nem látom, hogy mi van rajta akkor konkrétan. Na most nem fogom széttörni. Kása látod, ugye? Ilyen festmény. És itt fent egy ilyen földgömb formájú lámpa. Igen, csillár. Nem? Csillár, igen. És fönt van még a legfelső szinten egy ilyen kis padlástér, padlásszoba. Igen. Nem nagyon tudom kivenni, mert az elég apró, hogy milyen zászló, talán a házak zászlója. Van ott hát színes zászlók, van valamelyik G, van valamelyiken B, van valamelyiken H betű, van valamelyiken R betű. Bugra-bugra. Szóval itt sikerült a kirakatot így kipelnyásznunk. Szerintem, ha sikerül megragasztani, akkor egy egész stabil és játszható és jól lesz. Játszható, igen, ház lesz belőle. Ja, és amúgy kép, mondtuk az apa, hogy 71 darabos. 71 darabos? Uh-huh. Hát én ilyen rám szoktam figyelni, azt mindig Oliver szoktam mondani, hogy hány darabos. Szerintem mondta, darabos, de ha még csak ezt időt láttátok, akkor azért elmondom. Ja, és amúgy kép egy órát ér. És tényleg nem építettük több időig egy óránál. Igen. Szóval így néz ki ez a kirakó. Mindenképpen ragasszátok meg, hogy ne essen szét, és akkor és nagyon jön le a tető. Igen, egész jó kis ház lesz belőle. Opa, amint látjátok, amúgy elég vastag. Csak hát, ha nagyon sokszor kiberakosgatjátok, akkor könnyen
könnyen meghajlik mégis. Hát ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Boo, 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 boo.